Tegnap a testület elé is került, de már az irányító hatóságnál van az a méltányossági kérelem, amelyet az önkormányzat az ipari park 2 beruházással kapcsolatban fogalmazott meg. Hogy mit tartalmaz a kérelem, arról is beszámolunk mai híradónkban, de előtte mutatjuk néhány további hírünket röviden. Elkezdődött a felújítás, állandó alkotó és kiállító hely készül. Olimpiára készül, nevelő egyesületéhez látogatott Ecseki Nándor. És közzétették a felhívást, már lehet jelentkezni az idei Laska főzőversenyre. A Cegvédi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Az Európai Uniós támogatások felhasználásáról szóló rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a város akár részletekben is visszafizethesse az Ipari Park 2 beruházása kapott támogatást. Ezt is tartalmazza az a méltányossági kérelem, amelyet az irányító hatóságnak küldött az önkormányzat. A hatóság ugyanis azzal zárta le a vizsgálatot, vissza kell fizetni, méghozzá kamatokkal együtt a támogatást. Ahogy arról már beszámoltunk, megérkezett az irányító hatóság döntése. Az Ipari Park 2 beruházással kapcsolatban a támogató elrendelte a szabálytalansági eljárás lezárását, valamint a támogatási szerződéstől való elállást. Jogkövetkezményként elrendelte a projektben kifizetett támogatási összeg visszafizetését, kamatokkal együtt. Tegnap a testület elé pedig már az a kérelem került, amelyet a város polgármestere, a Városfejlesztési Kft. Megbízott ügyvezetője és a Pest vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője írt alá. Ebben úgy fogalmaznak, tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzügyi tekintetben 63%-os mértékkel megvalósította a projektben megjelölt célokat, a döntést nem vitatva, méltányossági kérelemmel fordulnak a támogató felé. Ebben egyrészt azt kérnék, hogy a támogató járuljon hozzá a támogatási összeg nem egy összegben, hanem havi részletekben történő kifizetéséhez, mivel ekkora forrás előteremtése az önkormányzat számára súlyos likviditási problémákat okozna. Továbbá kérik, hogy a törlesztés megkezdésének időpontja a 2025-ös költségvetési évben kezdődjön el. Erre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes Európai Uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló rendelet is lehetőséget teremt. Azt is kérvényezik, hogy a támogató méltányossági okokból tekintsen el a kamatok kifizettetésétől. A támogatási összeg kifizetése, valamint a visszafizetés esetleges dátuma között eltelt hosszú idő alatt a COVID-19, valamint az orosz-ukrán háború okozta gazdasági válság hatására megnövekedett energiaköltségek amúgy is óriási terhet róttak eddig is az önkormányzat költségvetésére, áll a kérelemben. A kérelmet azzal zárják, a maximális retorzió az önkormányzat gazdasági pénzügyi stabilitását hosszú távon ellehetetlenítené. A fejlesztések mellőzése mellett a működés megfelelő finanszírozása és a közvagyon indokolt állag megóvása egyaránt bizonytalanná válna. A középúton található fekvő rendőröket festette ma le a választókerület LMP Zöldek támogatásával induló önkormányzati képviselőjelöltje Hegedűs Sándor. A szervezet polgármester jelöltjével Földi Áronnal járta végig a bukkanókat, hogy láthatóvá tegyék azokat. Festékkel, festőhengerrel érkezett ma a középútra Hegedűs Sándor, az LMP Zöldek önkormányzati képviselőjelöltje és a szervezet polgármester jelöltje Földi Áron. A fekvőrendőrökhöz igyekeztek. Ezek nem olyan régen kerültek ki ide a középútra. Azért volt szükség ezekre, mert a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek itt az autók. Kikerültek a 30-as táblák is, amelyek elvileg figyelmeztetnek rá, lassan kellene haladni. És ez azt is jelenti alapesetben, hogy ekkora sebességgel még az autó károsodása nélkül át lehet hajtani a fekvőrendőrön. De nem így van, mondta a 9-es egyéni választókerület LMP Zöldek színeiben induló önkormányzati képviselőjelölt. És a tegnapi közgyűlésen közölte a ceglédi polgármester úr, hogy nincs rá keret ahhoz, hogy az aszfaltot színnel, vagy valamilyen aszfalt színnel megkülönböztessük, hogy így láthatóvá váljék, hogy hol van igazából a fekvőrendőr.
azt tapasztalom, hogy 20-szal is nagyon nehezen lehet átmenni rajta, úgyhogy ne koppanjon az autó. A másik részben, mivel az aszfalt nagyon sok sérülése van, és nagyon sok javítás van benne, és mivel nincsen tényleg megkülönböztető jelzés rajta, vagy nincs rajta felfestés, így az autósok nem tudják érzékelni, hogy a tábla után mégis mennyivel kell lelassítani, vagy hol van az a bukkanó, csak mennek, és egyszer csak hopp, és ugrik az autó, és ennyi, és közben minden szerintem minden alkatrész, és minden kocsiba, tengelycsillapítók, minden ennek tönkre megy. Ezért érkeztek tehát ma a középútra, hogy láthatóvá tegyék a fekvő rendőröket. Saját költségen, hiszen nem nagy tétel, mondja Hegedűs Sándor. Nem minden a pénz, nem minden, csak egy jó akarat vagy jó indulat kell ahhoz, hogy az ember működjön. Most láthatóvá tesszük a fekvőrendőrt, sárga színnel megfessük, több csíkot festünk rá, hogy láthatóvá váljék éjszaka is az autósoknak az, hogy ott van egy fekvőrendőr, és nem az aszfalt szín világítja az egészet. Kitették tehát a bójákat, és minden fekvőrendőrre a sötétben is jól látható sárga sávok kerültek. Hamarosan állandó alkotó és kiállító helye lesz a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművész szekciójának. A Gubodi utca egyik éppen kihasználatlan többszobás helyiségét kérték, és kapták is meg az önkormányzattól. Bérbe ingyenesen. Jelenleg még a felújítás zajlik, de néhány hét és egy kiállítással meg is nyithatják az új kiállító és alkotó műhelyt. Egyelőre még festékes vödrök, festőszerszámok és a felújítás nyomai láthatók mindenhol ebben a Gubodi utcai volt irodában. Egyelőre a felújítás miatt vannak itt a festékek, de nem sokára egészen másfajta eszközök veszik át a helyüket, és alkotások. A Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművész szekciója még áprilisban kérte a testületet, hagyja jóvá, hogy ebből a jelenleg is már egy ideje kihasználatlan helyiségből kiállító és alkotó műhely lehessen. Nagyon sok a fiatal tehetség, és közel 30 fős a szekció is. A testület pedig úgy döntött, ingyenesen bérbe adja az ingatlant. Először is nagyon hálásköszönetet szeretnék mondani a képviselőtestületnek, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget és ezt a helyiséget. Azt tudni kell, hogy nagyon sok fiatal képzőművész van Cegléden, van, aki most diplomázik, van, aki már diplomázott, és kell egy hely, ahol ők be tudnak mutatkozni, illetve ez a közel 30 fős képzőművész csapatnak egy olyan állandó lehetőség, ami valójában a város számára is fontos, hiszen az, hogy egy ekkora városban ne legyen egy olyan hely, ahol folyamatosan az itt élő képzőművészek be tudjanak mutatkozni, az azért nem biztos, hogy szerencsés dolog. Szükség lenne egy állandó alkotóhelyre, kiállítóhelyre. A városba látogató vendégek miatt is fontos, mondta Újházi György. Most már azonban nem feltételes a mód, hiszen javában zajlik a felújítás. Ez egy nagyon kedves hely, hiszen szép falfelületek lesznek. Most folyik a felújítása, ez társadalmi munkában a képzőművészeti szekció tagjai végzik, és hát aki ebben részt vesz, azoknak is köszönetet kell mondanom. Én úgy gondolom, hogy itt a városnak ez egy olyan égkövévé fog válni, ami méltán lehet büszke az önkormányzat is, és a képzőművészeti szekció is. Időszaki kiállítások, alkotónapok, közösségi események, számos terv van már arra, hogyan is fogják belakni és vonzóvá tenni ezt a helyet a nem alkotók számára is. Mindezt pedig hamarosan a gyakorlatban is megmutathatják, hiszen néhány hét és egy kiállítással meg is nyitják az új alkotó és kiállító helyet. Megújult a Gubodi Parkban lévő szökőkút. A Várva Kft. Dolgozói tették rendbe és tették szebbé a kutat. Nagyon rossz állapotban volt már. Több helyen levált a festék, és a szigetelés sem látta már el feladatát. Hamarosan újra működni is fog a szökőkút. A Gubodi Park központi helyén áll a Varga Gábor keramikus művész szobrász által tervezett szökőkút. Most éppen háló védi, nem véletlenül. Már nagyon rossz állapotban volt, több helyen is levált a festék, és a szigetelés sem látta már el feladatát, eresztett a víztér. Ezért kezelésbe vették a Várva Kft. Munkatársai. A régi festéket, ami még maradt, lekaparták, majd glettelés és szigetelés után új festés is került a szökőkútra, amely hamarosan újra működni is fog. Ha az időjárás és a lehetőségek is engedik, ősszel a Bajcsi-Zsirinszki téren lévő szökőkút is hasonlóképpen megújulhat.
Pünkösd ünnepén várhatóan sokan kelnek útra a közösségi közlekedés járatain. A MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről. Rövid híreink következnek. Május 19-én vasárnap az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok, 21-én már a megszokott munkanapi menetrend érvényes. Az utasforgalom szempontjából a kihasználtabb reggeli és délutáni intercity vonatok szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja, és a rendelkezésre álló járművek mennyisége ezt lehetővé teszi. Az elvilán figyelhető az adott vonat ülőhely foglaltsága a helyi jegyeladások alapján. Így az utasok választhatnak elegendő ülőhelyek közlekedő Intercity vagy Railjet Express vonatokat. A MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, és amennyiben lehetséges, váltsák meg előre jegyeiket. Ünnepnap lesz a hétfő, így a parkolás rendje is ünnepi lesz. Május 20-án tehát a város minden fizető parkolójában ingyenesen parkolhatnak a közlekedők. A Várva Kft. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy hétfőn irodájukban az ügyfélfogadás szünetel. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő ünnepnap, így az némileg átrendezi a boltok nyitvatartását is. Vasárnap és hétfőn a nagyobb üzletek, szuper és hipermarketek zárva tartanak. Ezért május 18-án szombaton a szokásosnál nagyobb tömeg várható a boltokban. Ecseki Nándor asztali teniszező vett részt egykori nevelő egyesülete a ceglédi szakosztály edzésén tegnap. A látogatás célja a jelenlegi játékosokkal való ismerkedés, valamint a közös edzés volt. A közelmúltban derült ki, Ecseki Nándor vegyes páros kvótát szerzett, így részt vesz a nyári párizsi olimpián. Gyerekkori nevelő egyesületétől, a CVS-e asztali tenisz szakosztályától kapott meghívást Ecseki Nándor, profi asztali teniszező. 9 és 15 éves kora között a ceglédi szakosztálynál játszott, ahol, mint fogalmazott, gyerekkorának meghatározó éveit töltötte. Csupa nagyon jó emlék van az én fejemben jelenleg ezzel a időszakkal kapcsolatban. Amikor én itt voltam, akkor rengeteg gyerek volt, nem tudom, hogy ez a mai napban ez hogy működik, de amikor itt voltam, akkor az én korosztályom, de inkább egy 1-2-3 évvel idősebb srácok voltunk, vagy voltak velem nagyjából egy szinten, vagy egy picit jobbak. Hát volt belőlünk szerintem 8-10 srác, egy párral még a mai napig jó barátság köt egymás, vagy köt össze minket. Úgyhogy egy nagyon jó időszak volt a nyári táboroktól elkezdve a sima versenyekig, a felkészüléseken keresztül, hogy nagyon szép időszakot tudhatok ott magam mögött. Ecseki Nándor arról is beszélt, sok tehetséges fiatal van a ceglédi asztali teniszezők között, emiatt pedig szép jövő áll a ceglédi szakosztály előtt. Biztos, hogy vidéken az egyik legkiemelkedőbb egyesület. Ugye pont most volt azt hiszem a U13 magyar bajnokság, ahol a Zsigmond Simon meg is nyert, hát ebben nem vagyok biztos, hogy hány versenyszámot, de nagyon sok érmet nyert. A Fodor Árpival ugye szoktunk még beszélgetni elég sűrűn, hogyha találkozunk, ő is mondogatja, hogy a Simi, meg még vannak más fiatal játékosok, ők is nagyon szépen tudnak teljesíteni. A mostani NB1-es csapatból még két sráccal, akivel említettem, még korábbról nagyon jó barátságban vagyunk. Úgyhogy szerintem egy nagyon szép jelene, és egy igazán szép jövő áll a ceglédi csapat előtt. Nemrégiben vált hivatalossá, hogy olimpiai kvótát szerzett az Ecseki Nándor Madarász Dóra asztali tenisz vegyes páros. Az asztali teniszezőt arról is megkérdeztük, milyen esélyekkel vág neki a nyári olimpiának. Ez egy nagyon jó kérdés. Először is köszönjük szépen a gratulációt, igazán hosszú út vezetett el idáig. Összesen 16 darab páros jutott ki a vegyes párosban az olimpiára. Mi jelenleg éppen a kiemelést tekintve vagy a 9. vagy a 8., tehát éppen a vízválasztó helyen fogunk kiemelve lenni. Mi reménykedünk a 8-ban, de nagyon nehéz lesz, még addig lesz egy pár verseny, ami beleszámít ebbe. De ha 9., ha 8-ok leszünk, és tudunk menni egy fordulót, az azt jelenti, hogy a legjobb 8-ba bekerülünk, akkor én mérhetetlenül boldog leszek. Ez eddig még nagyon, vagy addig az olimpiáig még nagyon sok versenyünk van, sok felkészülésünk. Rengeteg dolgot el kell még végeznünk, de bízok benne, hogy egy megfelelő felkészüléssel sikerül majd ezt véghez vinni. A fiatal asztali teniszező márciusban a 24. felnőtt országos bajnokságon a Superinfo CVS-ét, mint nevelő egyesületét nevezte meg az indulásnál az OB-n a jelenlegi klubja mellett. Idén is várják a csapatok jelentkezését a ceglédi Laska Fesztivál főzőversenyére. Családok, intézmények, baráti társaságok és civil szervezetek is nevezhetnek a megmérettetésre. Több kategóriában várják majd az ételeket. Egyetlen kikötés, hogy valamilyen formában laskatésztát kell tartalmaznia.
Pár hét múlva újra isteni illatok járhatják majd körbe a budai úti tó melletti kis erdőt, hiszen újra főzőverseny színesíti a Laska Fesztivál programjait június 15-én szombaton. Ehhez azonban idén is lelkes csapatok jelentkezésére van szükség. Várják tehát a maximum 10 fős csapatok jelentkezését. Nevezni bármilyen étellel lehet, mely valamilyen módon laska tésztát tartalmaz. A kategóriák pedig a következők: laska leves, öreg lebbencs, laska kicsit másként, és persze a profi szakácsok most is külön kategóriában versenyeznek majd. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen már is kezdődik közérdekű című magazinunk, melynek vendége dr. Csáky András polgármester, majd pedig folytatódik választási műsorunk, ma a 9-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjelöltjei mutatkoznak be. Friss hírekkel pedig legközelebb kedden várjuk Önöket, addig is nagyon szép hétvégét, csodás ünnepet, viszontlátásra!